Idén második alkalommal tartották meg az adventi ökumenikus kórus találkozót Kecskeméten a Barátok templomában. A szervezők a helyi felekezeti sokszínűségre alapozva hívták életre a hagyományteremtő szándékkal a kórusok találkozóját, amelynek a koronavírus járvány megállt parancsolt. Idén újra felcsendülhettek a szebbnél szebb liturgikus egyházi énekek a Barátok templomában. A Kecskeméti Nagytemplom Templom Benediktus kórusa, az Evangélikus Egyházközség Glória énekkara, a Kecskeméti Végmihály énekkar, a Piarista Liturgikus Kórus, a Szent Miklós Kórus és a Kodály Zoltán Vegyeskar előadásában. A Magyar Kórusok Tanácsa december 16-át Kodály Zoltán születésének napját a Magyar Kórusok napjává nyilvánította. A kórus találkozó is ehhez a szép rendezvénysorozathoz kapcsolódott. Az idei találkozó megtöltötte a templomot, a közönség vastapsal jutalmazta a fellépőket, a szervezők célja elsősorban a liturgikus kincs megmutatása volt.